Újra jöttem, gyerekek, sziasztok! Na, szépen kitakarítottam, illetve megcsináltam az első bevágást ott alul. Úgy gondolom, nagyon szuper lett. Meg van tisztítva. Most jön a fortalanítás. Ezt a kompresszort. Már egy kézzel nehéz kamerát, meg minden, mert elmenni kell gyerekekért. Na, ennyi volt. El is esett. Töltök egy kicsit rajta, átfújom, utána bevizelem. Még tölt a kompresszor. Addig elmondanám azt, hogy annyi vályog maradt, amit meg tudtunk menteni. A többi az hulló. Úgyhogy egy-két sor bekötök vályoggal. És van itt olyan fél vályogok, meg negyed vályogok, azt összetöröm, bedobom be a keverőgépbe, és keverek neki egy ilyen ragacsos anyagot belőle, és abban fogom visszaragasztani. Téglát, amit a tetején megy, azt pedig ilyen mézhabarcsal fogom megcsinálni. Hát, egy picit elfáradtam, azt kell mondjam, mert a fiúk most nincsenek itt, nem segítenek, és nem, hogy nem segítenek, hanem dolgukat, úgyhogy örülök a tegnapi munkájukhoz is, legalább ilyen sokra vittük. Nagyon szuper lett, ezt majd mindjárt eltakarítom innen. Na ugye a kompresszor is már megtöltötte magát, hát ez a pisztoly ez leesett róla, vagy elpróbálom egy kézzel visszarakni valahogy. Na. Elég nehéz. Na hát, ha nem fújja le most. Aztán majd vízzel belocsoljuk. Na, szerintem tökéletes, nézzétek meg, leporoltam, portalanítottam a területet, itt is bevizelem, és megkeverem az anyagot, ami ide kell a vályokhoz. Nem tudom, hogy mennyi fog, egy-két sor körül jut, a többit meg majd avval fogjuk ott megoldani, ott várjátok, lehet, meglátszik.
tégla. Na majd jövök. Na gyerekek, összetöröm ezt a kis vályogot. Bedobom a keverőgépbe, öntök hozzá a vizet. Már meg is van a ragasztó anyagunk. Elég azt összetörni. Hát, ja. Miért most amikor a kalapáccsal töröd? Nem, mert azt mondja, felemeled, az egész erő kimegy belőled. Amikor biztos. Van, vagy 40 kiló. Tudti, még lehet több is. Na majd összetöltem, jövök vissza. Na gyerekek, belocsoltuk, itt látni lehet. Le van vizelve, lekötöttük a port, porton indítottuk, ahogy tudtuk. Most megkeverődött, gyertek, nézzétek meg a... Már használhassuk is fel. Ezt ott hagytam a kujjait, és most nagyon lusta vagyok lemenni érte. Úgyhogy valamivel kiszedem, nem tudom mivel. Nem. Úgyse sokáig kell ezt csinálnom, mert ezt a pár vályogot kirakom. De utána csak kell, mert na mindegy, most ezt megcsinálom én. Nagyjából elrakogatom. Most a dinatúr. Hagyok még egy kicsit. Nagyon meleg lett, gyerekek. Hát jó. A gondolára is. Nem oda is. Na, dobjuk fel.
Még ezt is úgy kéne csinálnunk, hogy hozunk egy kis vizet, hogy hagyjuk egy kis vizet állítani. Egy kicsit bevizelem ezt is, lekössem a port, így a tapadás is jobb lesz. Úgy se sokat kell belőle rakni, úgyhogy mehet is be, igaz. Helyre szépen. Nagyon szuper. Megnyomjuk. Szépen felnyomtott is a ragasztót. Ezt a sárt. Ami nagyon jó. Eljött a következő. Jó lett volna, több megmaradt belőle. Igen. Hogyha felpakolgattam volna. Hát így is örültünk, hogy ki tudtuk verni, mert ahogy nehéz volt. Igen. Jó, nézzétek, jött el a második vályog. Lássátok? Ott az ágyazat, és ide még rakunk egy kicsit. Ide, nézitek, oda, és te amikor összenyomod, akkor majd ki fogja nyomni közt, figyeljetek. Egy! Meg aztán be fog ékelődni gyönyörű szépen. Jó, na, így lesz a többi is csinálva. Bevizeljük, rakjuk, bevizeljük, rakjuk, amennyi vágyunk van. Jövök vissza, gyerekek. Á, gyerekek, rendesen elfáradtam. Félig jutott a vályog. Félig jutott fel az ablakba. Úgyhogy most jön a B30-as tégla. Szintén bevágok egy-egy oldalt a falba. Bekötöm is oda, meg már ezt a mélyszabarcsot fogjuk beverni jó cementesen. Elfáradtam, azt kell, milyen tegnapi akkor képesen nincs jó lendületem, de hát muszáj, bába ezt be kell fejezni ezt az ablakot. Utána jön még csak a leve. Jobb lett volna kifesteni. Hogy fessünk ki? Persze, adjuk így égre nyílóra, jó lesz. Mutasod arról, hogy néz ki. Ugye a karakás. Ügyes vagy. Köszönöm. Hát nagyon egyenletelek a vállagok. Nem egy forma mint. Úgyhogy egy picit valamelyik lóg ki. Úgyis, hogyha vakolom, akkor majd fejszével igazítok. Mi? Úgyis a vakolás, úgyis. Igazítok rajta egy-két vályagot max, hogyha egy picit kifele, ez a többi jó értéken belül van. Hagytam rá, hogy a vakolat rámenjen. Úgyhogy üzünk egy kávét magamhoz félre, aztán jön a Hilti, meg a kis végsőgé, adunk neki, ahol befejezzük ezt, lefalazzuk, nem császtok. Na gyerekek, megkeverjük az anyagot, aztán megyünk oda előre, megmutatom nektek, hogy mit csináltam ott, meg egy kóltamenítás, és víz van benne, meg még. Aztán jönnek a azért raktam bele a messzet hamarabb egy kicsit, hogy ne legyen darabos benne, jó keverjál. Jó? Na! Gyertek, homok! Olyan, mint homok, gyerekek! Jó erőset fog keverni, jó keményen fogja megkeverni.
ezt megpüppentem rendesen, aztán majd kalicskával pedig majd odaviszik a helyzethez. Aztán jön mellettek a téglát utána szépen felfele. Na, majd mindjárt megyek oda és mutatom, hogy mi újság van. Végez keverőt. Megkeverem az anyagot, gyerekek. Te vagy bujkász itt? Mi? Vagy bujkász itt? Vagyok, néztem erről a falazatot. Na? Most jön a fújás, lefújjuk. Várjál. Hát itt még lesz egy kicsit, majd lehet az ágok majd le belőle. De majd ez a szépsége. Látod, egy picit kényebb van igen. Ez a vizé, de nem? Ó, hát azt az nem. Foglalkozok most ebben, mert innen kívánok. Felakasztunk oda egy lepedőt a szóval. Hát a szőnyeget rakunk. Jó lesz. A tapadás érdeke, gyerekeket, azért kell lefújni. Na, töltünk egy kompresszort még. Jaj, ez most hangos lesz. Ja, ez akkor a keverő van bedugva? Igen. Oda lép, nézd már meg létszik. Várjál. Hát nem, amúgy ez 10 méteres az a kábel. Azt, hogy bakasz. Na. Na, hagyd tőt. Nagyon fontos, ilyenkor le kell furolni, kicsit be kell vizelni, és akkor jön rá a marter. Biztosítani kell neki a tapadást. Már most porra nem rakhatjuk rá. Így van. Úgyhogy bevágtuk is szépen ott, ahogy kell. Azt még mondom, hogy felsőt tudunk még majd bevágni, és tökéletes. Amúgy gyerekek. Jó, ki ne borítsd, ha véletlenül. Kiborulni, nagyon kemény. Nagyon keményet fog ez a sár. Itt is kentem itt az oldalát, de itt, alul, felül, tehát mindenük meg van kembe, normálisan. Azt nem ütöttem, nem el ott a téglacsík, azt megmentem valahogy. Valahogy ments már meg. Ja. Drága volt ott a téglac. Na. Na, van a pisztoly. Lássátok a gyerekek, ha jó szerszám van itthon, akkor minden jó. Figyeljetek. Gyere ide, vidd ide. Tamán? Gyere ide, vidd ide. De annyit látunk, fél óra múlva, mert már itt lent fújja. Annyira volt. Mi lesz itt még, de már alig várom, hogy kész legyen amúgy, mert halálom ez a por. Idehozom a téglákat, az asszony segít, és ő van itt, nagyon sokat dolgozott, nézzétek meg őt is, amúgy. De csak mindig én mutatkozzak. Muszáj csinálni. Itt láttam valamit szegénynek a hajába, nézzétek meg. Marter, vagy valami csárt. Ki mosfog. Mindegy. Hát, olyan. Ilyennek is családi. Ja. Na, lássunk is nekik. Sziasztok, gyerekek! Ó, vigyázz! Mit csinálsz? Elérkeztünk a fokozatra, mivel
falazunk a mai nap folyamán. Gyertek ide! Vagyis te gyere ide, fűrész! Jó van, Mr. Bean. Na, álljunk meg! De ott süt nagyon a fény. Arra akarok világítani, szíjam ki az úzádat. Na, akarom mutatni ezt a gány munkát. Jó, na most mindegy. Majd ez fel lesz vakolva, király úr. Belül nagyon szépen néz ki amúgy, meg ki van tolva teljesen. A célnak megfelel. Nekünk jó. Be van tömve a lyuk. Ezt pedig fel fogjuk megítani. Leragasszuk. Vízszigetelés. Fogd meg. Ja, vízszigetelés, aztán jön a falazás. Na, Steffi, a... Várják meg, én fordítsuk meg. Így. Jaj, jaj, igazad. Jó, van már az ütőztem. Igen. Ide berakjuk. Nem királyul. Ja, itt nézzétek. De beöntöttem a betont. Teljesen. Meg a másik oldalt is. Most öntöttem nem olyan régen. Na, ezt ide felrakjuk. Amennyire tudjuk. Majd ide berakjuk a téglát, királyul. Ha meglássátok, hogy milyen szuper lesz. Na, húzzuk ki, ide meg majd vágunk a másikat. Igen, mert tudod, úgy mértek a te ugye, hogy ez belőle nem. Jó, de sám. Kérdezik, jó, oké. Okay. Na, ezt pedig úgy csináljuk, hogy van egy gázmelegítőnk. Mindjárt mutatom. Jó meleg lett. Jön a meleg felfele. Ott van az valahol. Itt kell hagyni a napon, ez úgyis felmelegedik. Ja. Az Isten, én nem találom meg. Ott melegítetted a marra a próbát, nem? Tizenkét óra 20 perc. A gázmelegítő megvan. Na, csináljuk úgy, hogy azt mondja, hogy azért mit csináltam, hogy próbált és megmelegítettem az alját, de viszont ez is melegedett egy úttal, úgyhogy szerintem lehet, hogy úgy csinálom, hogy... Na mindegy. Jó, van megy. Aha. Itten fogjad meg, azt majd gördítsed befelé, jó? Felfele? Aha. Várjál még. Úgy össze. Jó, gördíts. Ez az. Lassabban, lassabban. Az Istenre vágjon a gáz felzselőbe, a tűz. Akkor nem járnánk, jó? Felgyulladnánk. Jó, gördíts. Oké. Itt az lenne, jó lenne, ilyen malac felzselő. Hát abban van lenne az igazi. Gördíts. Amúgy ezzel jobb, mert ezzel nem tudnál egy gyengére ide nyomulni. Nem? Gördíts. Gördíts egyébként. Hát most attól nem megy. Lássátok, mert szépen ragad le fel a gyereket. Főmécivágó, nem képük megvágni, mi? Nem, mert mindjárt ráfog. Ráálltok? Ide rárakunk egy téglát. De fogja mit meg? Hát,
lehet? De hajlott. Jó, hozz egy téglát. Hozz egy téglát. Itt a csomó. Nem, mert olyan nagy téglát. Ja. Nem lehet valamit tegni, csak itt nék. Hozzá egy legyen. Mire belerakjuk. Kicsit. Jöhet. Na, álljunk. Hát már mindjárt összerakod, rakd be. Várjál, úgyhogy... Jó lesz, így tudjon. Oké? Okay. Hát ez... Itt nem jó út vésni kell belőle, mert itt nem fér el. Igen. A tégla. Na, ezt bemókoljuk valahogy, aztán majd jövünk vissza. Sziasztok! Na, sziasztok gyerekek! Az első sor fel van rakva. Nagyon meg vagyok magammal elégedve. Ahhoz képest szerintem nagyon szuper lett. Ügyes vagy, gratulálok! Megnéztük így, megnéztük Emi dőlését, illetve itt a derékszögét is megnéztük. Úgyhogy fasza! Jó, nyilván 1-2-3 mm vagy fél centinetán van benne, de még az építkezésen is van annyi benne, azt pedig már lehet korrigálni, az nullás, tehát az a vakolat, az meg a tikecel, meg egyéb más elviszi. Na, itt szólsz, asszonka. Nagyon tetszik, ügyes vagy. Na. Gratulálok nektek. Szépen bekötöttük oda, teljesen fel lesz feszítésig rakva a tégla, illetve az anyag, hogy feszüljön, ne csak, hogy oda berakjuk, és akkor majd várjuk, hogy rászakadjon, hanem teljesen feszítésig fogjuk betömni ott a dolgokat. Na, itt van Stefán, segít nekem. Megtaláltam a kövi anyagot. Köszönöm. Úgyhogy hát ez volt egy kicsit, ami úgy babrás volt ez az első sor. Úgyhogy kezdünk a második sornak, harmadik sornak, meg ameddig elbír, addig rakjuk. Szerintem olyan félig felrakjuk, azt holnap folytassuk. Na, gyerekek, majd leszakad a hátam. Van de kentem bye-byes. Na, majd jövünk. Hú, gyerekek, hát most már beesteredett. Még kihozom innestől így ezt a kis elalapot. Aztán befejezem, majd holnap még ráverünk egy pásort, aztán készen vagyunk. Azért hagyom ki innestől idáig, mert itt lesz az ablak. Úgyhogy már könnyebb dolgunk van, mert 120 centi, ami majd csak már éppen elég lesz. Úgy megyünk fel, hogy egyik, meg ez a kis pici. Úgyhogy kiesik egy nagy terület. Holnap kész leszünk gyerekek a falazással. Hát méregettem minden, hogy úgy szuper legyen. Meg vagyok elégedve. Holnap szerintem jön a másik videóval. Jónás Emil és társa a fűrész. Mr. Bean. Jó, a Mr. Bean. Na, puszi mindenkinek! Majd jövünk a holnap. Tessék! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, gyerekek! Újabb nap. Hát reggeltől nem videóztam, mert ugye szerettem volna egy kicsit haladni, nem volt nagyon időm, de úgy gondoltam, most az állapotról egy kis jelentéssel jövök hozzátok. Itt van Nikolett. Sziasztok! Megmutatom nektek, hogy mire jutottunk most. Na, hát ugye látni lehet, hogy az ablak már bent van. Fantasztikus. Illetve másfél sor hiányzik, és akkor megvan. Tehát arra megy még egy sor. És akkor ennyi. Mert akkor az ejtése nem lesz meg a tetőnek, úgyhogy adni kell a gerendár, és már megjött a... Fanyag? Így van, fanyag is, gyerekek, úgyhogy a tetőszerkezet is megérkezett, beraktuk az ablakot, vízbe raktuk. Fantasztikus lett. Úgyhogy most fogjuk majd kikávázni, gyönyörű szépen. Én azt gondolom, hogy nem egy professzionális munka, de én meg vagyok elégedve. Dehogy nem, egy olyan embert tartom, hogy életében nem csinált, szerintem nagyon jó. Így van, gyerekek, be van kötve minden második sor, úgymond a falba. Jó, bekötöttük, belocsoltuk a vályogot, becsapkodtuk az anyagot, hogy jó tapadjon, tehát nem száraz, poros ilyen dolgokat, ilyeneket nem csináltuk. Kint van Laci, itt van velem most, úgyhogy keveri az anyagot.
azt fogom majd még ott fel téglázni. Ott a sarkát, mert ott az beomlott. Illetve ebben pedig, nem tudom, hogy csináltam videót, tehát beraktam a vályogat, nézzétek, mint a régen is itt lett volna. Tényleg. Úgy belöktem. Itt tégla van. Nem volt elég vályog. Igen, húztuk egy kis vakolatot is rá, nagyjából leturváztuk. És ami azt jelenti, hogy ez a szint, lássátok, ez a szint itt beljé van, az pedig ott kéjjel. Akkor néztem, mondom, úgy most tudom, mennyit kell vakolni. És utána kidraktam a vízmértéket, megláttam, hogy az nem is kell nekünk. Úgyhogy ez lesz a szintünk, és erre fog felmenni egy pár centis kis vakolat. Na de ezt hogy fogjuk eltüntetni, így van, igaz? Hát én kitaláltam ennek a módját, vendége módját. Ide szúrni fogok be egy ilyen hatos vasat. Ide egy, kettő, három, négy, vagy valamennyit. És akkor van kint vályog a gyerekek. Lehet, hogy itt, ha ki ide jöztük, még lehet látszódik is ötödik. Gyere. Ott van. Hikike! Ő most pihen, de Greta ott már kopácsol. Na, ott van, Nikike is kopácsol. Na, törik össze a vályogot, az én csapatmunka. Nem látszódik, mert pont ott van az oszlop. Na, egy kicsit lejjebb, és akkor... Á, most láttak. Jó, oké. Okay. Egyen meg őket, aranyosok. Törik össze a vályogot porrá. Bedobjuk a keverőgépbe, adunk hozzá a vizet, és szó szerint felcsapkodjuk. Felcsapkodjuk vízig, aztán kap egy vékony vakoló réteget lett, és akkor ez így kész is van, gyerekek, mert ide rém sok anyag kéne. Tehát ide már téglákról beszélünk itten, mert ugye ez itt, meg itt, ez körülbelül egy olyan 12 centi körül, 13. Az ott. Hát oda rengeteg kellene. Úgyhogy ezt azt ott leszedjük, királyul, ezt meg felcsapkodjuk, és ide rakok bele egy hatos kis vasat, azért tartsa meg. Vagy valamit kitalálunk oda, hogy álljon meg rajta. Vevizeljük, mert be kell locsolni. Illetve oda pedig majd jön egy 10x15-ös áthidaló gerenda. Abba fog becsatlakozni a tető. Erre még egy sor megy rá, arra egy sor megy rá még. És akkor utána már csak kis glettelgetések, ez az, amaz van, ami még ott van csinálni valónk. Aztán már kész vagyunk. Nagyon jó, szuper. Tökéletes. Szuper, minden gyerekek be lesz szigetelve kívülről, illetve itt fogom még ezt megcsinálni, ezeket itt, ezeket a kis lyukokat, mert itt át lehet még látni, ezeket fogom majd kitölteni. És itt mi lesz itt? Nem egyforma, vagy igen, itt nem fel lesz vakolva, odáig? Nem, hát ez hatalmas vakolás lenne, ez nem rengeteg, nem verjük le. Azt csináljuk, hogy megnézzük ezt a szintet megnézzük, ebben körülbelül ennyit fogunk levenni belőle, így körülbelül, és akkor lesz egy ilyen, ha nem, vagy úgy csinálom, hogy, de az meg csúnya, szerintem jobb, hogyha így kockába hozom ki, mint hogy így csökken lefele, nem? Igen. Igaz? Igen. Magyarul így, hogy így rányújunk arra, és alkosítsuk, vagy még megálmodjuk majd. Jó? Hogy lesz? Igen. Na, mi újság? Elfáradtál? Szeretlek. Elfáradtál? Mondd már a nézőknek, mit csinálsz most napi nap? Na? Mit törsz össze? Váj, vájó. Vájó. Gott. Vájó, gott. Igen. Porr. Ez még valami, hogy nagyon nehéz kibontani, lehetetlen. Há, lehetetlen. Hát, hogy gyenge vagy fiam. Hát, gyenge vagy fiam. Nem, hogy te is mennél segíteni. Miki kélek. Mit csinálsz? Nézd. Jó. Nézd meg. Hogy látszik, hogy van? Jó. Van. Menjél, Greta, hív. Nem megyek. Így is jó. Látszik? És régen látszik. És ez is király. Hát nagy a rumli. De majd rend lesz. De majd rend lesz. Illetve rakunk egy áthidalót még. Nem tudom, hogy mondtam.
Nem, szerintem. Na, ott egy fa áthídaló, valami régebben volt ebbe az ablakba, azt rakjuk vissza. Na, jövünk a következő fokozattal, addig keverődik most az anyag, aztán... Majd jövünk nektek. Majd jövünk, de nagyon szép lesz minden, azt már most megígérem. Mert jó, ha könnyű hibákat keresni, meg én így csináltam volna, meg úgy csináltam volna. Én azt gondolom, hogy több százezer forintokat, vagy nem tudom mennyit, valak milliós témákat is. Most fogadjak fel, aki az alapot kiönti, aki zsalukőt rak ki megint egy nap, deszka zsaluzás, falazásért, tetőért, glettelésért, festésért, ablakbetett mindenért szakembert fogadni, az nagyon sok pénz lett volna, rengeteg. Igen. Én úgy meg itthon vagyok, magunknak jó. Ez biztos, hogy erős, nagyon keményen megvan keverve az anyag. Igen, ebből nincs ki sajnálva sem. Így van, tehát ők mindent megcsinálnak, meg azt gondolom, hogy egy ember az legalább ne csak ahhoz értse, hogy a csípőjét rázza esténként az ágyba, hanem az emberi munkákat is meg kell, hogy csinálja. Ha netán jó, nem ilyen univerzális, hogy mindent csinál, de legalább valamihez még pluszba értsen a szakmáján kívül. Én azt gondolom. Igen. Az az ember. Igen. Úgyhogy ez így nekünk jó, tökéletes. Megcsinálok mindent, amit kell, aztán kész van. Úgyhogy még egyszer elmondom gyerekek a kommentelőkre, hogy köszönöm szépen, akik jókat kívántok, akik meg fikázni szeretnének, azok ne itt keresgélődjenek, mert mondom, ez nem másnak lett készítve, hogy ezt átvegyék, meg hogy fizessenek érte. Magunknak csináltuk, ez így nekünk jó, ez így megfele. Ha viszont valaki olyat ír, hogy próbáld meg ezt, próbáld, azt elfogadjuk, de más nem fogadok el, mert belenyalok a nyakatokba. A szemgolyótokba. Megkeverődött az anyag. Na, jövünk vissza majd gyerekek, amúgy nagyon fáradt vagyok. De nem vagyok fáradt, spártai vagyok. Jaj. Sziasztok gyerekek, újabb nap, újabb munkálatok. Az a helyzet, hogy most bekerült az áthidaló, nézzétek meg. Gyere úgy, hogy ne a nappal szemben, hát meg semmi nem pont, látszódik. Gyere. Pont, csak el ne sérvigyázzatok. Oké? Okay? Na most. Jobban fog látszódni, így van igazából. Beraktuk az áthidalót, itt vannak a folyófák, itt futnak. Abba egy 35-ös szerkezeti csavar, milyen már átszerkezeti csavar raktunk bele. 1, 2, 3, illetve, gyere, oda mi. Illetve oda fogunk feltéglázni. Bevizeljük, befröcsköljük az anyagot, és akkor fel lesz a tégla oda rakva. És akkor az áthidalónk már meg is van, királyul. Hát képzeljétek, ahogy vettem ilyen anyagot, ezt a zsákos hobbi habarcsot, tehát nem tudok vele dolgozni, ez elszáll jobb, amit én keverek. Sokkal lágyabb, sokkal tapadósabb. Ez olyan, mintha beton volna, nézzétek rá, de befröcsköltük az anyagot, amit vettünk. 5 zsákkal vettem 14.000 forintért, nagyon drága, méreg drága. Most hozattam cementet, mézt, homokot, vagy nem, homok még maradt ott, mert mit beszélek én már. Mézt hozattam. Na, a lényeg az, hogy ide csinálunk egy könnyű szerkezetű tetőt, majd mutatom, hogy hogy fogunk haladni vele. Már most már nagyon szorít az idő, attól félek, hogy egy nagy időjárás, egy nagy erőses nyomás lesz, egy nagy csappanásos, és így jacuzzi lesz, vagy mi, fürdő. Ja. Na, nem akarom téli fürdőt itt ebből a szobából. Úgyhogy hatalmas nagy gerendát kapok, nézzétek meg. Ez ott olyat fog, hogy nagyon kevények. Fel lesz csappanva a dolgok, beraktuk az ablakot, vakolgatunk, egyengetünk, tetőzünk, illetve a tető pedig izével lesz megoldva. Mi az már? Zsindel. Zsindeljel. Az is megjött. Na, majd mutatom nektek, tartsatok velünk! Hű, gyerekek! Lassan a nap végén vagyunk, de még most sincs vége a munkálatoknak. Szeretném nektek bemutatni a fokozatát a munkálatoknak, hogy hogy vagyunk. Hát így ledurváztuk ezt az oldalt.
ebbe raktunk trótot, benne van megerősítve keményen, gyerekek, ez is le van nagyjázva, aztán majd szépen le lesz húzva egyenesen, nézzétek meg, mi az azt jelenti, betudja most az ajtót, az ablakot, hát így néz ki. Nem tudom, már mutattam, hogy van beépítve, be van építve az áthídaló. Nagyon meg vagyok elégedve most a haladással, így van. És most pedig egy 2x15-ös, tehát 2,5x15-ös deszka. Deszka fog felmenni egymással, tehát egymás mellett szorosan végig. Itt fel lesz kurva alulról a deszka. Ott pedig egy ilyen L-alakkal fogjuk megoldani, hogy az egyik felmegy a deszkába, a másik meg be lesz fúrva ide, és így lesz lerögzítve az alja, hogy a szél ne kapjon alá. Éveket kibír, meg rengeteg sok idő, de viszont azt kell, hogy mondjam, hogy rendesen tető lesz ezen jövőre. Úgyhogy ez egy ilyen ideiglenes megoldás. Tehát, hogyha meg is nézzük az esőnek a szakaszát, egy ilyen 1 méter 20 centi, ami bőven elég, én megvettem, nézzétek, olyan 7,5x15-ös olyan gerendákat megvettem. Arra is van még, lehet, hogyha, nem tudom, hogy látszódik. Igen. Na, ott is vannak gerendák, úgyhogy hülyeség elpocsékolni rá, meg elvagdalni, úgyhogy inkább hozottam ezt a 2,5x15-ös deszkákat. Az lesz rajta. Ahogy fel lesz fúrva a deszka végig szorosan egymás mellett, majd mutatom nektek, a tetejére még pluszba egy 1 cm vastagságú OSB lap lesz ráfúrva. Azután kap egy fóliát, és rá fog menni a zsindely. Rá fog menni a zsindely, gyerekek. Rászegeljük, alulról pedig lehozzuk egy 5 cm-es párnafát, felfúrjuk a deszkára, és akkor csinálunk neki egy ilyen keretet, felrakjuk rá az üveggyapotot, arra pedig megy majd a gipszkarton, úgyhogy itt tökéletesen fog működni minden, ahogy elterveztem, úgy jó. Potyára nem vettem meg, kimaradt két szál, 7,5x15-ös, mert jövőre kelleni fog, úgyhogy nincs pocsékba semmilyen anyag. Nézzétek meg! Szerintem ahhoz képest láttátok, milyen nagy lyuk volt itt, de már egyre szebb, egyre jobban adja ki magát. Már szerintem a következő videóval jövök, akkor már fent lesznek ezek a 7,5x15, vagy 2,5x15-ös deszkák, fel lesznek fúrva. Tehát még egyszer elmondom, oda lesz becsatlakozva, és akkor alulról lesznek felfurkálva, és ha még itt a lábazat kijön, itt pedig kapni fog, megjártok, meg is mutatom nektek, hogy milyen. Na, megyünk be, megmutatom, hogy hogy fog. Jó van. Tehát ez a kis L-alakok, mert ugye betonkoszorút nem tudtam rakni rá, mert akkor már nem lett volna meg az esés. Tehát így fog kinézni. Így. Ide be lesz furva, és itt pedig fel fogok fúrni a deszkába. És akkor az így le lesz faszául szorítva ebben. Úgyhogy kezdjünk is neki, megiszom a kávét. Annyira álltam meg még csak egy kávét megígyak, addig végig durtam. Itt vannak a rendezvények is, menni kell csinálni, gyűnni, menni. Úgyhogy ezt meg majd behúzzuk egyenesen. Most nem nagyon törődök vele. Jöjjön a tetén. Sziasztok gyerekek, vasárnap délután van, tegnap Ami oda volt zenélni, úgyhogy tegnap nem tudok csinálni semmit, ma már elkezdték a fal vakolását, hol mondom? Igen. Fenn van a tető, azt is ma befejezik. Befejező minden gyerekek, most ledurvázzuk, aztán kap egy hálót, meg egy csempelragasztót, így van Koma? Aha. Egy vékony sort, utána glettelünk. Egyenesítsük még itt ezeket a dolgokat. Kis megcsinálták már nagyjából a csalat, egy nagy lyuk volt. Azokat meghagyjuk, jobb darab, félre valahová oda. A gyerekek haladunk lassan, de biztosan. Szerintem egy pár nap is készen lesz, ugye? Áppán most már igen.
Utána jövünk kint a festéssel, a szobával, gyerekeket költöztessük utána befele. Szépen. Fény. Már ezt megesszük hamar, gyerekek, meg lesz éve, hamar. Mi nem hoztátok be a talicskát? Mi? A talicskát. Mert István ott dolgozik. Ja. Közben, hol, azt mutatod? Ja, István. Nem. Nem István itt nem. Igen, István keményen hordja el a dolgokat, igaz? Ügyes, ügyes. Szépen kitakarítottunk nagyjából tegnap Emillel az udvaron, mert nagyon szoros széjjel volt már minden. Így van. Úgyhogy haladunk, haladunk. Azt hiszem, hogy behúzzuk. Már jövünk majd, kutassuk nekem. Egyedül tegnap szombaton nem csinált semmit, mert ugye rendezvényen volt. Én is ott voltam tegnap fel a rendezvényen, mert itthon hagyták a keverőt. Így van. Itthon lett hagyva. Igen. Én meg utánuk hittem, hogy féliket maradtam. Ránáson voltak tegnap, előtte Frigyön, utána pedig Debrecenben voltak. Igen. Három rendezvény. Vannak a gyerekek, esznek, isznak. Én nem. Ez hát egy harapás. Harapás, abból. Eteti itatja az apját, Kréti baba. Elég! Te nem tudom el! Boríts ki! Öntse neki újat! Finom ezt! Hát, ne ide! De ne ide! Ez a Vanessa? Aha. Tegnap kaptunk Emilénktől sok hamburgereket, mindeneket, ennivalókat küldtek nekünk, amit innen is köszönünk szépen. Igen. A Joelle-nek az anyukája küldte, ugye? Azt nagyon szépen köszönjük, nagyon finom volt minden. Igen. A sütemények is, meg mindenek, a rántott húsok, a makaró, minden nagyon finom volt. Így van. Na, valaki. Na majd jövünk vissza a gyerekek, ha készen lettek. Na, sziasztok gyerekek. Hát eljött újabb egyet. Újabb nap jött, bocsánat, csak annyira nem jól érzem magam, még beszélni se tudok. Hát, valami vírus bekaptam. Lázas vagyok. Fáj, a gyomrom megy, a hasam is amúgy. Szörnyű. Gyenge vagyok, erőtlen. Most vakoltam le egy kis részt, ott a tégla részt. Az asszony nem engedte, hogy tovább dolgozzak, mondta, feküdjek le. Főzött egy húslevest, ezt megettem csípősen, aztán még vitaminokat. Hát remélem, hogy jó leszek, mert azért jönnek a hidegek. És szeretném azt, hogy ott már minden rendben legyen, a gyerekek is be tudjanak költözni. Mutasd meg nekik. Agyek, megmutatom. Na gyerekek, itt van a fal. Amúgy eset nagyon szépen megcsináltam. Csak már nem engedtem neki, hogy befejezze még jobban, mert nem érzi jól magát, de nagyon ügyes egyébként. Kell egy kis pihenés, és ez még így néz ki. Majd valamikor kész lesz már, mindegy, csak ő ne legyen beteg. De nagyon ügyes egyébként, egyre ügyesebb, ahogy csinálja. Le a kalappal. Begyújtottunk, hogy megszáradjon, húzzon egy kicsit az anyag, mert elég hideg van már kint. Esik az eső is, úgyhogy majd jövünk nektek további fejleményekkel, hogy van-e mi, meg hogy haladunk. Ó, gyerekek! Nagyon hányik. Sajnán elfárt. Kaptam egy albopirint, ezt-azt. Kis leves, mindent, napfolsat vagyok nyugodni, mert mondom, bejön a rossz idő. Aztán kampesz, már mégis a földön alszunk, már mi óta nézitek, hogy nézek kéne. Szegény. Szegény. Igen, sajnálom. Ajánlom is. Na, bevakoltam. Nézzétek meg. Nagyon szuper lett. Nekünk jó. Ezeket a kis gödröket meg majd elviszi a klett.
Szépen, menjünk a másik oldalra, gyerekek. Várjatok. Na, nézzétek meg. El fog dűlni. Jó, van dűlni. Lámpa. Nagyon vastag vakulat van rajta. Alig bírta, úgyhogy nem tudtam többet rárakni. Holnap még folytatom. Kap egy csimító réteget, aztán egy tisztázott vakulatot is kész. Itt már nagyjából majdnem megcsináltuk itt az ablak körül, majd a kávázást kell holnap megcsinálni. Élvédőt, egyéb mást, kész lesz. Ebből a falra nagyjából ki van egyenesítve, de látható is, jó, nyilván nem, jó, nem olyan, mint egy banán, de azért... Banán? Banán. Hát a banán az milyen ilyen? Ja, igen. Hát nem olyan, mint egy banán. Hát nem. De én azt gondolom, hogy ez elfogadható lesz. Ez is le lesz tisztítva, tisztázva úgy, mint az a fal. Nézzétek meg most ezt a kettő között. Lássátok. Nem tudom, hogy a kamera nem úgy adja át. Na mindegy, a hang nagyon szépen néz ki egyébként. Igen. Holnap megcsináljuk még azt a deszkázást, ott a végét. Úgyhogy ez van. Itt lesz gipszkarton, le lesz szigetelve, föl lesz letterve, illetve a laminált padlót is bemutatom nektek, hogy milyen lesz a gyerekek a szobája. Álljatok. Ez az. Ide be is hoztam egyet. Mutassam nektek. Nagyon szép. Ez lesz kirakva. Én már nagyon várom, hogy kész legyek, de hát... Gyerekek, azt kell mondjam, ez nem egy kis meló volt. Tehát festéssel indultunk, házépítés lett a vége. Azért pár nap alatt egy ilyet kialakítani, én azt gondolom, hogy nem könnyű feladat. Hát pontosan egy hét, hát van. Igen, igen, igen. De ebből benne volt a zenélés is, hogy nem tudtam csinálni, mert oda voltam zenélni. Beteg is vagy. Beteg is vagyok, nem úgy tudtam most dolgozni, de szerintem már ki lett volna minden itten pacakolva. Na de mindegy, én azt gondolom, hogy most 6-7 napja vagyunk már így, hogy ezt csináljuk. Nagyon meg vagyok elégedve amúgy a tempóval, ugye ez a betonozástól kezdve, alapásástól kezdve, zsaluzás, térbeton, fal felhúzás, tetőszerkezet, vakolás. És itt vagyunk, hogy már csak egy kicsit egyengedni kell a falakat. Meg glettelni, festeni, ez az, és akkor kész vagyunk. Én azt gondolom, szerintem egy jó... Hát... Két-három nap is. Én még ott bele húzok így időileg, és akkor szuper lesz. És jövök majd a végeredménye nektek folyamatosan. Legyetek jók! Köszönöm, hogy nézitek a videókat, és remélem, hogy tetszik is. Akik pedig ebben a szakmában dolgoznak, azok pedig nézzék el ezeket a hibákat, mert ugye én nem vagyok egy profi ebbe a munkaterületbe, de... Kihozod mindenből a maximumot. Maximumot próbálom. Így van. Mert nyilván, akik ebbe dolgoznak, lássák a videóban is, hogy hát ő ezt csinált volna, azt csinált volna, de hát én nem tudhatok mindent, ez így szerintem így jó lesz nekünk. Na! Szép estét kívánok nektek, már most nekünk este van, ha pedig nappal nézitek meg. Szép napot kívánok nektek, puszilag bennetek, megyek, veszek egy forró fürdőt, egy citromos teát, meg beveszem a gyógyszert, mert látni lehet rajtam, hogy beteg vagyok. 38, vagy jó, 38,3 volt a lázam, úgyhogy megyek, na majd jövök. Sziasztok! Sziasztok! Na, sziasztok gyerekek, jelentkezek újból, ugye eltelt már egy nap. Azután történtek események, jó vagyok, hál' Istennek meggyógyultam, egy egynapos dolog volt az egész. Úgyhogy, de még amúgy, nem tudom, csináltam utána a videót, hogy igen, csináltam. Csináltuk, igen. Na mindegy. Na, arra haladtunk, hogy most kapott egy sor glettet. Nézzétek meg. Királyú, minden, hát most az ablak is össze van. Discord van, minden szuper lesz, majd meglássátok a végeredményt. Már csak kívülről. Van üveggyapotunk, 5 cent is, ezt ide feldúrjuk. Az azért olyan kósza ott az a párnafa, mert nem tudtuk kirakni teljesen a falsíktól, mert benne belement a főfal. Úgyhogy ha ezt kijebb raktuk volna, akkor azt is eltolta volna magától, és akkor nem lett volna égve. Úgyhogy az mindegy, mert hogy... Úgyse fog látszódni. Így van. Na, a lényeg az, hogy fenn van, most már kiegészítettük a tetőt is, ottan be. Nagyoltuk, nagyon szuper. Meglássátok, milyen szoba hangulata lesz most már az egésznek. Kiválasztottuk a színeket is. Igen. Markettát is megvettük.
Így van, mindjárt megmutassuk nektek, vagy majd megmutassuk, mert most az autóban van, most nem szaladtálok. Na, csiszolás, fúrás, faragás, parkettázás, festés, mindenek, úgyhogy a mai nap folyamán ennek vége kell, hogy legyen. Igen. A melónak. Kész kell, hogy legyen mindennek. Úgyhogy neki is látok. Elkezdtem takarítani, zsebregetni, mindenek. Igen. Na, neki is látok, nagyon nagy melóba, és nagyon nagy procedúrának látunk elébe. Nagyon nagyon hatalmasnak, mert igen, a kitűző cél az most, hogy minden pacek legyen. Parkettázás, gipszkartonozás, fúrás, csavarás, csappanások, csapások, mindenek. Na, csinálom is.